az, hogy pártoktatás házaként működött, tehát a kommunista ideológia terjesztését szolgálta. Majd az 1956-os forradalom és szabadságharcot követően 1957-ben a Magyarországi Kommunista Ifjúsági Szövetség, a KISZ kapta meg az épületet, és onnastól kezdve KISZ házként, illetve ifjúsági házként működött egészen a rendszerváltozásig. Illetve a tulajdonviszonyokra kapcsolódva találtam egy olyan adatot, hogy a SZOT, tehát a Szakszervezetek Országos Tanácsa volt az épületnek, úgymond a tulajdonosa, de a KISZ használta alapvetően. És onnastól kezdve gyakorlatilag több vezetője volt az ifjúsági háznak 1957 és 1989 között. Ezek közül két nevet érdemes kiemelni, az egyik